Mindannyian tudunk mondani olyan szakmákat, foglalkozásokat, amiről a többség úgy gondolja, hogy az klasszikus női vagy klasszikus férfi munka. A mai műsor két vendége egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a véleményekkel, és olyan dologba vágtak bele férfiként, illetve nőként, ami egyáltalán nem megszokott. Arról kérdeztük őket, hogy milyen nehézségekkel vagy éppen előnyökkel jár mindez számukra, és hogy milyen visszajelzéseket kapnak a szakmájukból és a szakmán kívülről, de mielőtt belevágunk, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, kezdjünk! Babér Balázs vagyok, és műkörömépítéssel foglalkozom. Az alapszakmám az bútorasztalos, tehát én bútorasztalosként tevékenykedtem 18 éven át, és hát ebből nyergeltem át a teljesen más iparágba, a szépségiparba. Hogy jött a műkörözés? Ez egy véletlenek sorozata volt. A részletesebb verzió az az, hogy egy barátomhoz beugrottam egy kunyhabútor felmérése után, ő műkörmösként dolgozott férfiként, és az ott szalontulaj ajánlatot tett arra, hogy neki egy hasonló típusú férfi masszőr kéne a szalomba, és hazafelé menet, ezt így átgondolva másnapra erre aludva egyet, így jött az ötlet, hogy akkor elvégzek egy masszőriskolát, és el fogok menni masszőrnek. Reményeket nem váltotta be, tehát így nem hozta meg azt az eredményt, amit szerettem volna. Még a barátom műkörmösként meg nagyba főbe dolgozott, és ő mondta, hogy hát akkor miért nem leszek műkörmös. Stefanet Toxánának hívnak, és hentes vagyok. Nekem az eredeti szakmám az fényképész, és azon belül fotóoktatással foglalkoztam, ezt körülbelül 5 évig csináltam, viszont volt egy olyan élethelyzet, ahol nekem váltanom kellett, ez a OK és oktatást érintő reformok voltak. Végeredményben nekem a 10 osztályomból lett volna 2 osztály, amiből én nem éltem volna meg. Azt éreztem, hogy oké, nekem kellene egy másik láb, tehát hogy jó lenne egy új szakmát megtanulni. Volt egy hirdetés, húspulti eladót kerestek Budán, és akkor én oda mentem, hogy nem tudom, érdekelnek a húsok, meg úgy tudok elhivatott lenni. És akkor én elmondtam az ottani tulajdonosnak, hogy ha ő fölvesz engem és vállalja, hogy megtanít mindenre, mert én jelenleg semmit nem tudok, illetve enni tudok nagyon szívesen, de hogy azon kívül nem értek hozzá, akkor én egy becsületes, jó kiállású dolgozó leszek. És hát akkor így az történt, hogy egyik nap még azt mondták nekem, hogy köszönjük tanárnő az elmúlt fél évet, meg kaptam a bombont a vizsgán, meg ilyesmi, és akkor másnap meg halt a lány, álljál már oda, nem tudom, rossz kedved van, rácsapok a seggedet, tehát nagyjából ez volt a közegváltásom. Milyenek voltak az első lépések férfiként így a műkörmös iparágban? Hogy emlékszel erre vissza? Hát most az, hogy milyen nőként vagy férfiként, azt én nem tudom, azt tudom, hogy nekem milyen volt az eleje. Tehát simán beszereztem, amik kellettek, beültem egy szalomba, mondva, hogy majd én kapok vendégeket, naívan, de hát ez nem úgy van, hogy most valaki nekem adja a vendégét, és az hozzám akar járni, főleg, hogyha kezdő vagyok, meg főleg a férfi. Úgyhogy ez azért szerintem egy baromi nagy hátrány volt, hogy ültem egy körmös asztalon, és senki nem értette, hogy mit keresek ott. Ül egy pali egy körmös asztalnál, és ott nézelődik, hát ki fogja megkérdezni tőle, ha előtte nem látott ilyet, hogy van időpont körömre? Hát, hogyha egy hölgy ült, akkor evidens, hogy azért ült, mert ő ott a körmös. Szerencsére a munka az vitte a hírt. Tehát hogyha akinek elkészítettem a körmét, hogyha bárhova ment, akkor megkérdezték, hogy ezt ki csinálta, telefonszám van-e, és akkor hát ennek persze az ilyen elkért telefonszámok a 10%-a, ha jelentkezett, mert hát ez megint egy ilyen visszavető dolog, hogy de hát ez egy férfi. Tehát ez most egy férfi csinál körmöt, és akkor ez, hogy melege, meg akkor, ha nem, akkor miről fogunk beszélgetni. Tehát ez sok kételyt vett föl abba, aki ebben nem találkozott.
Diszkrimináció talán nem ért, hanem diszkrimináció most miért nevezzük. Tehát igen, úgy érte, olyan értelemben talán igen, hogy nehezebben kaptam bizalmat. Mindenkinek van egy felvetés ebben kapcsolatban, hogy egy férfi az mérül egy kör, most aztán ugye, nem túl hetero dolog, tehát hogy akkor valószínű, akkor ilyen feminim, ilyen nem identitási gondok lehetnek. Ez egyenes arányban ebben párosul, hogyha az ember egy ilyet csinál. Valószínűleg sok férfi, aki esetleg erre adná a fejét, pont ebből adódóan ezért nem is választja ezt, mert hát mit fognak hozzászólni. Én meg olyan vagyok, akit nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá mások. Tehát én bőven elég, hogy én tudom az igazságot, azt így ki mit gondol, az meg senkit nem érdekel. A szakma, most így nagyjából elmondtad, hogy hogy reagál egy nőre, amikor megjelenik így ebben a szférában? Hát őszintén szólva két reakció van. Az egyik, hogy ha én egyedül megjelenek valahol ezt a céget képviselve, akkor meg szokták kérdezni, hogy hol van az apukám. Tehát, hogy most voltam ilyen pengét venni a darálóba, és akkor megérkeztem, mondtam, hogy ezt meg ezt szeretném, belőtt utánam egy férfi, és az első kérdés az volt, hogy velem van? Tehát, hogy így nem gondolták azt, hogy most én egyedül ide jövök. Vannak, akiknek szúrom a szemét. Sajnos Magyarországon nem igazán vannak ilyen szervezetek, vagy ilyen, nem is tudom, egyesületek, tehát nincs olyan, vagy lehet, hogy létezik, de semmire nem jó, hogy ilyen hentes szervezet, vagy egyesület. Nagyjából 3 hentes megvádolt azzal, hogy itt lemásoltam a brandet, meg nem tudom. Aki valamilyen üzleti célra jön ide be, ott mindig az az első kérdés, hogy főnök úr itt van? És akkor így nincs. De egyébként van olyan, hogyha valaki nem szimpatikus, akkor azt mondom, hogy nincs, de holnap itt lesz. De amúgy a vásárlóknak meg azt látom, hogy valamiért bizalomkeltőbb az én jelenlétem, mint egy férfi hentes. Ki ne szeretné, hogy a barátnőjének egy másik férfi fogdossa a kezét, meg hát nyilván mindenkire rámozdulok, feltételezik. Ami ellenmondásos, mert azt feltételezik, hogy meleg vagyok, akkor miért féltik a barátnőjüket? Én nem tudtam évek alatt se összerakni, hogy most akkor melyik az igazi. Tehát most arról nem beszélve, hogy én azt gondolnám, az én felfogalmas, hogy ha én meleg volnék, akkor én egy autószerelő műhelybe dolgoznék, ahol palik vannak, mert hát most mit nézegesek nők, hogyha a férfiakhoz vonzódok. Hát 2 férfival nem találkozok egész nap. Alapjában véve kreatív embernek érzem magam, tehát nem az asztalosságból jön, tehát talán lehet egy családi vonás, hogy a családban voltak olyanok, akik jól rajzoltak. Eldicsekedhetek vele, hogy a Pityke őrmestert az édesanyjának egy rokona rajzolta, a Maros Károly. Tehát nálunk ilyen rajzolók voltak a családban. Én diákkoromtól kezdve szerettem rajzolni. Szóval, hogy az, ami nekem mondjuk fizikailag nehézség lenne, azt én úgy oldom meg, hogy már kisebb húsrészekben kérem. Az a része pedig, hogy akkor most itt a vér, meg a illatok, meg nem tudom, nekem ezzel nincs problémám. Szerintem ehhez nem kell nőnek vagy férfinak lenni, ez egy egyéni, személyi dolog. Sőt, egyébként szerintem amúgy a vérhez önmagában amúgy a nőknek több köze van. Tehát, hogy én nem itt láttam először vért. És bár ez már kicsit ilyen spiri, de hogy szerintem a nőknek egyébként az anyaghoz valami elemibb kapcsolódásuk van, mint a férfiaknak. Ugyanannyit keresel, mint a női kollégáid? Nem tudom. Hát én nem gondolnám, hogy ez nem függő az, hogy tehát mint sok munkáján hallom, hogy a nőket másképp fizetik meg. Szerintem ebben a szakmában, vagy a szaktudás, vagy az eredmények alapján árazza be magát mindenki, milyen vendégkör tud magának szerezni. Sajnos ez a szakma az, ahol szerintem pont szembe mennek saját maguk a körmösök, hogy mindenki próbál vendéget szerezni, és ezért inkább lefelé viszik az árakat, mint sem, hogy kartelbe tömörülve mindenki fölfelé vinni, és akkor kénytelen volna mindenki többet fizetni. Tehát ez most ilyen sarkosan fogalmazva. Nem gondolnám, hogy itt férfinő között van árban különbség, itt valószínűleg szaktudásban lehet különbség, meg végzettség van, hogy ki milyen szinten áll. Ugyanannyit keresel te, mint egy férfi, aki ugyan ezt a munkát végzi, szerinted? Ő nem.
Többet vagy kevesebbet? Kevesebbet. De ez mondjuk jelenleg még az én döntésem is, mivel hogy egy új cég vagyunk, én egy olyan fizetést kértem a befektetőktől, amire azt gondolom, hogy megélek belőle, de mivel hogy én vittem őket bele a bajba, vagy hogy mondjam, tehát hogy én hívtam meg őket befektetőnek, úgy gondoltam, hogy az elején én nem fogok bemondani egy olyan összeget, ami nagyon magas lenne. És erről szerintem sokat lehet olvasni, hogy ezek a bérkülönbségek miatt vannak. Ez azért van, mert a nők nem kérnek annyit. Tehát, hogy általában egy bértárgyaláson sokkal nagyobbat mert mondani egy férfi, mint egy nő. Te sem mondtál nagyobbat. Én sem mondtam. Mert valahogy a lelkiismeret, a nem is tudom, a jó szándék, ezek valahogy erősebbek. Ahol én kezdtem, ott is volt különbség a bérek között, és egyébként meg tudom, hogy egy férfi hentes azért. Hát, mondjuk úgy, hogy kezdőnek azért elmenne annyit, amennyit én itt vagyok, de aki már több éve nagyon sok tapasztalattal van, azért az biztos, hogy egy 500 vagy akár 100 ezerrel följebb mondana. Mit gondolsz arról a megfogalmazásról, hogy férfi szakma, női szakma, 2023-ban te férfi bűnkörmösként? Be van skatujázva, nagyon sok szakma, így be van skatujázva, hogy ez férfi vagy női szakma. Gondolom abból adódik, hogy többnyire kik űzik. Tehát a mai napig a körmös szakmát ezt ilyen 98%-ban nők űzik, ezért hát női szakma, aminek ékes bizonyíték az, hogy egy körmös fórumon még mindig az a megszólítás így egymás között, hogy sziasztok lányok, tehát nekem senki nem köszönt. Tehát én mindig szoktam is oda is szoktam írni, hogy ugyan nekem nem szól a kérdés, de idekotnyeleskednék így ezzel a csekély 10-11 éves múlta, hogy lehet, hogy tudok hozzászólni pár értelmeset én is. Ismerkedni nehezebb úgy, hogyha vállalkozó nő vagy. Sajnos ezt tapasztalom. Megijednek tőle, túl önálló vagy, nem tudom. Nem tudják volna elképzelni, hogy ha én innen kimegyek, én ugyanúgy magas sarkúba belőtt hajjal, sminkben fogok koktélozgatni. Olyan volt, hogy dickpiket kaptam a céges Facebookra. Nyilván visszaírtam, hogy köszönjük szépen, hamburgerbe bedarálhatom, tehát hogy nem értem, mire ez a nagy kínálkozás. A barátaim azok támogatnak, ismernek, tehát hogy ők erre nagyon büszkék. Meglepődni szoktak, tehát hogy az szokott lenni, hogy így tényleg, nem tudom, és akkor meg kell hallgatnom 80. alkalommal is, hogy ugye nem fogsz lemészárolni, nem tudom. Jó, nem, igen, jó, lépjünk túl rajta, tehát, hogy ez van, igen. Ez volt már a Kestek, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, valamint kövessetek minket Instagramon és TikTokon is. Jövő hét szerdán találkozunk, sziasztok!